Az ukrán fegyveres erők a nap folyamán 47 orosz támadást vertek vissza, és eltaláltak két orosz lőszerraktárt. Közöltett csütörtök esti harctéri helyzet jelentésében az ukrán vezérkar. A beszámoló szerint az ukrán légierőgépei valamint a rakéta és a tűzérségi egységek csütörtökön 8 csapást mértek az orosz bázisokra, valamint két lőszerraktára. A nap folyamán az orosz hadsereg egy rakéta és három légi csapást hajtott végre, és öt alkalommal nyitott tüzet az ukrán csapatok állásaira és az ukrajnai települések polgári infrastruktúrájára az ellenség a fő erőfeszítéseit változatlanul a Harkiv megyei Kupjansk, valamint a Donetszki régióban Limán, Bachmut, Avgyívka és Marinka környékét támadó hadműveletekre összpontosítja. A Lohansk megyei Belohorívka, valamint Bachmut, Avgyívka és Marinka települések továbbra is a harci cselekmények epicentrumában vannak. Az említett térségekben 47 ellenséges támadást sikerült visszaverni. Áll a vezérkarban beszámolójában.